Ezzel élelem, fissáll!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Na, ez az igazi kegyelem. Mert ha azt kapnánk, amit megérdemlünk, szerintem ma egy esős, borús nap lenne, a templomra ki lenne írva, hogy szükséghíján zárva, de nekünk kegyelmez a Jóisten. Ha meg nem érdemeljük, akkor is szeret bennünket, és ilyen ötlete támadt, hogy évről évre megünnepeljük azt, ami egyszer megtörtént valóban ott Betlehemben, de az ember nem lehetett teljes létszámában jelen azon a nagy eseményen, így hát kell, hogy minden ember, minden kor embere be tudjon kapcsolódni Jézus születésének a történetébe. Úgy emlékszem, tavaly lélekben elindultunk Betlehembe, ilyenkor az éjféli mise előtti pillanatokban, és ott láttunk mindenféle csodát. Most a saját életünkbe kukkancsunk be, a saját Betlehemünkbe, ami nem más, mint a saját házunk, és esetleg, ha szabad a magyar szóval játszani, a saját hazánk, és azt nézzük meg, hogy ott mi van. Ott megszületett-e Jézus? Megjegyzem, biztos vagyok benne, hogy igen. Csak talán még soha nem csodálkoztál rá igazán, hogy ott, ahol élsz, itt a Kárpátok jölén, Magyarországon, de persze ugyanígy egy német pap mondhatja, hogy itt valahol Türingiában, az Elba parton, vagy bárhol, ott van Jézus. És a saját otthonodban is. Legyen az akár egy egyszerű kis vályokból épített 100 éves házikó, vagy akár majdhogy nem kacsalában forgó kastély, ott van Jézus. És majdnem azt merem mondani, de talán csak majdnem, hogy ezeken a helyeken legalább annyira meg kell találnunk ilyenkor karácsonykor Jézust, mint Betlehemben. Mert a Betlehem mindenkié. Az a bizonyos hazánk, és házunk pedig a miénk. És azért mondom nem úgy, hogy enyém, tied, mert nem szabad elfelejtenünk. Egymásnak is Betlehemet kell teremtenünk. Ha anyai hivatást kaptál, ha nagypapa vagy, vagy valakinek a testvére, vagy gyereke, vagy unokája, vele és érte is kell most imádkoznod, hogy neki is megszülessen abban az otthonban, ebben a hazában az isteni megváltó. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívőeket, Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz szívd a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk, Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
világosság felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, hogy akik fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük a Földön, az ő érdemeit is elnyerjük a mennyben. Aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasd meg Izaiás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben nyel, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékán országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, és ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő utat, sanyargatója botját összetörte, mint Midian idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége, Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít, és megszilárdít mostantól fogva örökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten. Oh,
ön személyi ácskedőjével. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Quirinus volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világba hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyárukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. Az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel, kisdedet találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Isten dicsőítve ezt zengték: dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ahogy a bevezetőben a magam eszébe is juttattam a tavalyi karácsonyi szentmise egyik gondolatát, amikor is úgy lélekben elindultam és vittem magammal talán a testvéreket is a barlangistálóhoz, hogy ott bekukkantsunk, mi is történt. És így idézelbe téve, de szemtanúi voltunk az eseménynek, de a helyszínnek is. Újra mondom, a barlangnak, a barlangistálónak. Láttuk, és ezt minden karácsonykor úgy gondolom, minden erőltetés és minden prédikáció nélkül is látjuk annak a barlangistálónak egyszerű berendezését, az oda beterelt, bekötött aranyos jószágokat, és hát természetesen az egyik zegzugában annak a barlangnak a Szent Párt, Máriát és az ácsmestert, a jászolban pedig a kis Jézust. Aztán látjuk a pásztorokat, és ha még néhány hét múlva is betekintünk ebbe a csodálatos szülőszobába, akkor már látjuk Gáspárt, Mennyhértet és Boldizsárt is. Ma egy picit ezzel a barlanggal foglalkozunk komolyabban, úgy gondoltam, mégpedig úgy, hogy ha már maga a történet állandósult, ilyen állandó jelenvaló történetté lett, mert mindenhol nem csak makett Betlehemek segítségével, hanem imádságainkkal, énekeléseinkkel, egymást megajándékozó szeretetünkkel fölidézzük azt, ami ott történt, tehát az esemény az állandósult a történelemben. Én úgy gondolom, a helyszín is kell, hogy nem csak állandósuljon, hanem kiterjedjen mínuszba és pluszba, múltba és jövőbe egyaránt. Érdekes arra gondolnunk ugyanis, hogy ezek a barlangok, amelyeket ott a Jóisten a teremtés pillanatában talán már megálmodott, és senki más, de ő már tudta, hogy többek között legalábbis mire fog szolgálni, egy természetes képződmény, ezekkel a bizonyos üregekkel, több barlang résszel, az oda zarándoklók láthatják is ezt a nagy területet, és ennek egyike lesz majd, gondolta a nagyot álmodó mindenható, annak a bizonyos születésnek a helyszíne. De milyen hosszú idő telt el úgy, hogy még semmi jelét nem mutatta ez a helyszín annak, hogy milyen csodálatos helyé lesz. Pedig minden ott már arra teremtetett,
ami aztán 2000 évvel ezelőtt ott bekövetkezett. És erről, kedves volt testvérek, az jut eszembe, hogy teszem fel az a hely, ahol áll az otthonunk, akár, ahogy már utaltam erre a bevezetőben, ez a gyönyörűséges Kárpátok által ölelt Kárpát-medence. Mennyi célt szolgált már az idők múltjában, távoli múltban, amíg csak ide nem érkeztek őseink, hogy nem remélhetőleg, hanem egészen biztosan, itt egy végső helyet találjanak számunkra. A bármikor, de itt született és magyar nyelven megszólaló csecsemőknek, agastyánoknak. Hány nemzet fiai mentek át ezen a területen, és nem vertek gyökeret? Hány nemzet fiait üzték el innen a következő nemzet fiai? És nem maradtak, nem maradhattak itt. És akkor egyszer csak az a betlehemi barlangistáló a születés helyszínévé lesz. A Kárpát-medence a magyar nemzet születésének a helyszínévé. De hol vagyunk abból még mi? Mert persze itt Szent István királyunk óta, pontosabban Árpád Erőd és a többiek kora óta él a magyar. De hol voltunk mi még akkor? De Isten csodálatos tervében, ott Betlehemben is már évszázadokkal, évezredekkel, karácsonyt megelőzően benne volt az a beduin pásztor, aki egy kis báránykát visz a barlangba, és most nem azért, hogy ott enni-inni adjon neki, vagy az éjszakai zivatartól és vihartól megóvja, hanem azért, hogy odaadja annak az ártatlan arcú Szent Józsefnek, hogy ajándékot tudjon adni neki. Itt sem volt szemmel látható, de készült a mi hazánk. És készült, kedves a testvérek, a mi házunk is. Azon a helyen, ahol talán most is áll az a ház, amelyben születtél. Nincs rajta emléktábla. Sokan már nem tudják, talán te sem. Pontosan mikor is került ott kőkőre, hogy fölépüljen ez az otthon, és annak az a kis szobácskája, ahol fölsírhattál, ahol kúsztál, másztál a kövön, a földön, a padlón, és aztán megszólaltál magyarul, talán az első szót kimondva, mama. De nekünk is készült legalábbis haza is, ház is, amelyben most lakunk. Így az első gondolat, kedves a testvérek, hála a mindenható Isten terveinek kibontakozásáért, hála az üdvösség történelmét, hála a teremtésért, amelyben ezen a gyönyörű úgymond képbolygón megjelentünk mi, a Homo sapiens, az értelmes teremtmény, az ember. Hála azokért az ősökért, valóban Árpádtól napjainkig, akik nekünk biztosították a kontinuitást, az átmenetet az újabb és újabb századokba, akik újra és újra talpra állították itt őseinket, hogy ne legyenek urrá rajta pogányok és más nyelven beszélők, vagy minket más nyelvre kényszeríteni akaró emberek. És hála legyen a nagyapámért, és hála legyen édesanyámért, aki először tanított meg már nem csak arra, hogy szemébe nézek és azt mondjam, mama, hanem arra is, hogy összekulcsoljam a kezemet, és azt mondjam, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Igen, az első feladat talán minden karácsonykor belepottyanva, úgymond, ebbe a ki tudja mikor elkezdődő csodálatos üdvösség történelem lánc sorába, hogy hálát adjunk azért, hogy idáig eljutott Isten tervének a megvalósulása, és most már én is benne vagyok. De hát, vajon mit hoz a jövő? Amikor megszületik egy kis pincurka, milyen érdekes. Az első kérdés, ha halljuk a szomszédban, vagy családi körben újszülöttet kapott a rokonság, baráti kör, kisfiú, kislány. És vajon miért?
Mert valahogy már szeretnénk azt is tudni, hogy mit hoz az ő jövője, és ebben a kérdésben már az van benne igazság szerint, hogy és majd édesanyja lesz, vagy édesapa. Mert ez az ő jövője. Nem a jelene a lényeges, a jelenét is azt teszi értékessé, hogy milyen jövő vár rá. De azért meg szoktuk kérdezni, a már 6 évestől, 8 évestől, mi leszel, ha nagy leszel? Tűzoltó? Katona? Vadakat terelő juhász? Mi akarsz lenni? Mihez fedeztél föl olyan talentumot magadban, ami a barátodban, osztálytársadban, iskolatársadban nincs? Szóval mi lesz? Mi leszel? És akkor mi lett ebből a bizonyos barlangistálóból ott Betlehemben? Egy zarándok hely előbb-utóbb, mert igaz, jó ideig, több száz évig nemigen keresték föl Jézus születésének a helyét, de az elbeszélésekből, éppen a beduin pásztorok elbeszélésének köszönhetően az evangéliumokból tudták az emberek, sőt, mi több, a proféciákból is, Mikeás mondja, te Betlehem Júda földjén, kicsi vagy ugyan Júda városai közül, de belőled születik majd a megváltó. Tudták, hogy mi fogott történni, aztán tudták, hogy mi történt. Egyébként aztán az 5. században történik ott még valami érdekes, csak mellékesen, de hadd jegyezzem meg. Egy Jeremiás nevű Rómából, Itália földjéből oda menő ember lefordítja a Bibliát a különböző eredeti nyelvekről latinra. Úgy érzi, hogy oda kell mennie, mert ott az a levegő, ahol megszületett a kis Jézus, ahol az idő teljessége bekövetkezett, ahogy mondja a Szentírás, és ezért alkalmas lett arra, hogy felsírjon Mária ölén, Mária karjaiban az a gyermek, ott kell, hogy kezébe vegye az Isten másik fajta igéjét. Mert az ige Jézusban testé lett, de az ige a Bibliában, mint Isten szava, megmaradt. És átöröklődött nemzedékről nemzedékre. De kellett, hogy olyan nyelven lehessen olvasni, amilyen nyelven egyik-másik nemzet beszél, és ezt megelőzően legalább a közös nyelven, a latin nyelven. Így készül el a latin nyelvű Biblia, a héberből, görögből lefordítva, később pedig abból elkészül a német, a francia, az olasz, és még a magyar is. Ma pedig már több mint 100 nyelven olvasható a teljes Biblia. Isten igéje. És zarándok helyé lett. Egymást váltják, kedves a testvérek, a csoportok, a zarándokok, ott állandóan karácsony van, bennem ez maradt meg leginkább a néhány ott létemre visszaemlékezve, hogy ott mindig egyből az angyallal kezdtük a szentmisét, ott mindig a dicsőséget úgy énekeltük, mint most itt is, ahogy az angyalok énekelték, azon az éjszakán, stb. Zarándok helyé lett, ahol egy kicsit örökre összeér az ég a földdel, mert ami ott történt, az valóban összekötötte Istent az emberrel. De vajon milyen jövő vár édes hazánk területére és a házadra, amelyben születtél, esetleg már felcseperedtél, netán már szülő vagy nagyszülőként élsz? Ez fontosabb kérdés, mint hogy mi lesz Betlehemmel. Mert az említett átöröklődése a lényegnek itt érződik leginkább. A felelősséggel ötvözve. Azt, amit kaptunk, tovább adó örökségként, felelősségként kell ugyanis látnunk. Vajon hány nemzedékkel te utánad fognak még ugyanabban a házban imádkozni? Vagy talán már néha most is kopik az ima szülőházad és lakóhelyek falai között? Hány nemzedék él még majd itt magyar földön, aki magyarul beszél? Mert tudjuk, azért a föld, aki kell szülni. Ha nem lesz magyar nyelv,
és talán el is felejtik valamikor, hogy itt a Duna-Tisza-Dráva száva táján magyarok éltek, és a magyarok keresztények voltak. Nos, ez olyan vészharang csengetés, hogy majdnem túlzás, mert éppen az ellenkezője a biztos. De jó nekünk, hogy mint egy távollátóval látjuk a távoli jövőt, és hallhatjuk és tudhatjuk. Itt mindig magyarok fognak élni, és itt mindig imádkozó magyarok fognak élni. Ez az ország örökre Isten népének országa, és Mária országa lesz. Mi most egy ideig, ahogy nagyon érdekesen fogalmaznak egyesek, ajándékba kaptuk utódainktól ezt a földet. Arra az 50 évre, 80 évre, maximum 100 évre, amit itt töltünk. Kapaszkodjunk hát a múltba, lássuk meg hálaadással a szívünkben, hogy kiknek köszönhetjük, hogy itt vagyunk most ebben a gyönyörű templomban, ezen az estén. És érezzünk felelősségtudatot azokért, akik a mi hitünknek nyomába fognak, akarnak legalábbis lépni, és örüljünk annak, hogy rajtunk kívül még ezer és ezer segítséget fognak kapni az Istentől, hogy ez sikerüljön is. Mindezt ilyenkor karácsonykor egy rövid jó kívánságban szoktuk egymásnak mondani, és talán nem csak egymásnak, hanem azzal a szándékkal, amiről beszélek, azoknak is, akik még meg sem születtek. Hogy a karácsony mindig és mindenhol legyen áldott, legyen békés, és legyen boldog. Mert ez a kulcsa a jövőnek. Ha Isten áldása van rajta, ha mi jó emberekként akarunk itt élni, abban a házban, ahol élsz apaként, nagymamaként, gyerekként, mert az áldás ezt jelenti, jónak mondható vagy, vagyis jó vagy. Jó légy Isten segítségével. Ezt jelenti, hogy légy áldott. Vagy legyen ez az ünnep számodra áldott karácsony. Békés, vagyis a test és a lélek harmóniáját megteremtő állapotban éld ezt a karácsony, és éld egész életedet. Se jobbra, se balra ne billenj. Ne csak a lelki dolgokkal akarj úgymond foglalkozni, miközben otthon elhanyagolod a munkádat, miközben a munkahelyeden nem végzed becsületesen feladataidat, miközben talentumaiddal nem törődve, nem tanulsz, nem akarsz értelmes életet élni, vagyis valami ért élni céltudatosan. De véletlenül se legyen a fordítottja sem, hogy netán az evilági célokat el akarod érni, testi vágyaidat ki szeretnéd megvalósítani, de elfelejtett, hogy lelked is van. A teljes értékű ember, vagyis az egyensúlyban lévő békés ember csak így valósítható meg. Test és lélek ötvözeteként. És légy boldog. Boldog és ne csak éppen megelégedett azzal, amit van, hanem amit van, annak tudj örülni. Vedd észre, hogy milyen örömet okozott neked más valaki, és vedd észre, hogyha igazán boldog akarsz lenni, akkor neked is örömet kell okoznod másoknak. Az adventi szentjónásokban, mint egy penitenciaként mindenkinek azt mondtam, amíg hátralévő 3 hétben, 2 hétben, a végén már csak 2-3 napban, ne csak a bűnöket kerüld, hanem nézz körül, kinek teheted szebbé, boldogabbá, áldottabbá, békésebbé ezt a karácsonyt. Azért mondtam ezt, mert szeretném, ha mindenki, aki szentjónást végzett, boldog lenne. És csak így lehetünk boldogok, ha észrevesszük, hogy mi vagyunk a másik ember boldogságának a kulcsa. Ha rátalálunk arra a másikra, inkább, mint akár Istenre vagy önmagunkra. A régi érdekes történet szerint az egyszeri ember is így járt, azt mondta, kerestem Istent, és nem találtam semmit. Rá akartam találni önmagamra, feladatokat látni magam előtt, céltudatosan élni, kibontakoztatni az életemet, sikerélményekről gondoskodni, és nem sikerült. És egyszer csak rátaláltam a másik emberre,
És ennek eredményeként rátaláltam önmagamra, és rátaláltam az Istenre. Áldott, békés, boldog karácsonyt és életet teremtsünk egymásnak. Kívánni könnyű, teremteni nehéz, de a teremtő segítségével nem képtelenség. Amen. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk Jászóval elé, és úgy kérjük őt. Add Urunk, hogy betlehemi csillagot fénysugara világítson be minden ember szívében. Kérjük, hogy érjük a szállást az unainkban, és őrizd meg egységben családjaidban. Kérjük, hogy érjük a add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és az elhagyottak. Öltözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőle. Töltsd el békét el minden ember szívét, hogy megért és uralkodjék a világon. Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki Jézus uralkodó mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítőnk dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által dicsőséget új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Úr, békéje legyen veletek mindenkor. És a szerelkedben. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul a célra.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma megváltónk születését. Kérünk, add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Kedves jó testvérek, hát mit is mondhatok, áldott, békés és boldog karácsonyt mindenkinek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért. Menjetek békével. Istennek.